Célegyenesbe érkezett a Nemzeti Összetartozás emlékmű ügye. Eleg a Miklós önkormányzati képviselőt és több civil szervezet képviselőjét kérdezem arról, hogy hol tart a kezdeményezés. Éppen egy évvel ezelőtt hozták nyilvánosságra azt a felhívást, hogy létre akarják hozni ezt a Nemzeti Összetartozás emlékhelyet, és nem véletlen, hogy ismételten a Magyar Kultúra napján, január 22-én a himnusz születésnapján lett nyilvánosságra hozva a pályázati felhívás, hiszen a himnusz összeköt mindnyájunkat, ez is a nemzeti összetartozásunkat fejezi ki, és az a célunk ezzel az emlékhelyen, hogy ez is ennek az egyik eszköze lehessen. Ennek érdekében a civil városban működő más civil szervezetekkel egyeztetve találtuk ezt az új helyszínt, és itt az Ezredévi Parkban valósul majd meg ez az emlékhely. Ennek a felhívását, pályázati felhívását, ez egy művészeti tervpályázati felhívás, országos pályázat, ezt tettük közzé. Az eredeti elképzelésben szereplő Jókai Parkkal szemben tehát ezt a helyszínt jelölte ki a közgyűlés. A pontos terület is megvan már, ahová a mű kerülhet. A kezdeményezők kitartottak amellett a szándékuk mellett, hogy a víz, mint szimbólum is megjelenjen az alkotáson. Hogy miért, arról Melega Miklós azt mondta, nem pusztán a nemzeti összetartozásnak kívánnak emléket állítani, hanem egyúttal a park újjáéledéséhez is hozzá szeretnének járulni. Egyelőre a pályáztatás és a hivatalos zsűrizés költségeire van meg a pénz. A megvalósításhoz még további anyagi forrásra lesz szükség. Az azonban már biztos, hogy a kezdeményezést teljes városi és megyei összefogás övezi.